Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A papírmentes könyvelő irodáról fogunk beszélgetni. Tegnap este kaptam meg a felkérést, hogy én moderáljam le a mai beszélgetést. Mi már, vagy hát én már többször beszélgettem erről kollégákkal. A legutolsó beszélgetés 2 órásnak indult, és 3,5 óra után álltunk föl és mentünk haza. Most 50 percet kaptunk erre, hogy újra előjöjjön a téma. Népszerű lett, sokkal kényelmesebbnek érezzük. Akik itt vagyunk a színpadon, mindannyian a papírmentes könyvelő irodában, könyvelő irodáért dolgozunk, valaki szoftveres oldalon, valaki meg már könyvelő irodaként. Mi nekünk már vannak gyakorlati tapasztalataink. Én első kérdésként azt szeretném, hogy mindenki mutatkozzon már be 1-2 mondatban, hogy kik vagytok, miért ültök itt. Nem csak azért, mert a Dénes megkért benneteket, hanem a papírmentes irodához milyen közötök van. Én Domovár Attila vagyok, a Digitax nevezetű cégnek a képviseletében. Mi egy viszonylag új könyvelőiroda vagyunk ebben a felállásban, és azért is tudtuk már ezt a nevet választani magunknak, mert mi kitűztük a papírmentességet és további lépéseket a könyveléssel kapcsolatban. Én Váradiné dr. Nagy Erika vagyok, a Conceptus Kft.-nek a képviseletében ülök itt. Mi már egy régebbi könyvelőiroda vagyunk, és 2000... Hát na most ezt nem tudom, mikor kezdtük el, de egy a lényeg, hogy amikor a Bill City bejött, mi már akkor nagyon korán nekiálltunk annak, hogy digitalizáljunk, és mára jutottunk el odáig, hogy az ügyfeleinknek a 90%-a már digitálisan adja nekünk az anyagokat. Sziasztok, én pedig Ódor Péter, az imakönyvelési rendszertől. Ha historikusan haladunk előre az időben, akkor valószínűleg mi voltunk az első felhő alapú új belépő a könyvelő szoftverek piacára. Nyilván újdonságként kellett hozni, úgyhogy a belépésünk pillanatával, nem tudom, 8 évvel ezelőtt történt talán, vagy 9 most már, mindig kellett valami újat hozni, úgyhogy elég sok tapasztalatot és az elsők között hirdettük azt, hogy lehet ezt máshogy is csinálni, mint eddig. Úgyhogy hát pár száz ügyfelet végigkísértünk a különböző szintű, vagy kísérünk jelenleg is a digitalizációnak a lépcsőiben, úgyhogy elég sok tapasztalat gyűlt össze ezzel kapcsolatban. Sziasztok, én Verdai Béla vagyok. Én 2 részben fogom itt képviselni a szakmát. Első körben van egy könyvelőirodánk a feleségemmel. Nem az aprók közé tartozunk, 750 ügyfelünk van. Úgyhogy egyszer a könyvelőiroda, a másik oldal pedig a Relax könyvelőprogram, ami gyakorlatilag az irodából nőtt ki. Az irodába kezdtem el 15-20 évvel ezelőtt fejleszteni a programot. Vágjeltünk egy DOS-osból Windows-osba váltást, és gyakorlatilag azóta 2 éve vagyunk hivatalosan piacon. Azelőtt csak mi használtuk a programot. Szerintem maradjon nálad a mikrofon, mert akkor visszafele a következő kérdése. Miért vágtatok bele a digitalizációba? Ügyféligény, a öko, környezetvédelmi szempontok, a te elvárásaid, kevesebb szekrény legyen, kevesebb dosszié legyen. Mi motivált? Egyrészt, mint könyvelőiroda, és hát nálatok még a programfejlesztés is, hogy a kilépjél vele a piacra. Hát az első, egy nagyon rövid történet, ugye nem sok időnk van. A digitalizáció tekinti szerintem vissza a legelső fejlesztési ötletem körülbelül 20 évvel ezelőtt, amikor nagyon sokan vagyunk itt, aki még töltött ki rózsaszín átutalási megbízást. Nekem ki kellett tölteni 5 darabot kézzel, és megfogadtam, hogy soha többet ilyet. Ekkor történt másfél óra alatt, hogy a jó kis Matrix nyomtatóra megérjem a nyomtatást, és onnantól kezdve nem töltünk többet. És innentől kezdve gyakorlatilag az összes digitalizációs igény az abból fajult, hogy
nagyon utálunk dolgozni. Tehát a lustaság, tehát minden egyes lustaság, mindig a lustaság visz előre. Nem szeretek ezt tölteni, nem szeretek azt, minek tartsam ezt nyilván, minek nyúljak kétszer hozzá, gyakorlatilag mindent ez visz előre, tehát gyakorlatilag mind a könyvelő oldalon, mind a programfejlesztési oldalon mindig ezek az igények jönnek, hogy de jó lenne, ha még ezt is megcsinálná, nem csak azt, és ez visz előre szerintem mindig az emberi lustaság, nekem szerintem ez a legnagyobb mozgató ereje az egész digitalizációnak. Az öko dolog, meg a többi, az egy hozomány, én úgy érzem. Tehát nagyon, nagyon hangzatos, meg divatos, hogy nem használunk papírt, de igazából a saját munkánkat akarjuk könnyíteni. Nálunk a fejlesztés akkor még nem voltam itt. 18 évvel ezelőtt, 17 évvel ezelőtt kezdődött, és akkor volt egy jövőkép azzal kapcsolatban, ugye, ha visszatekintünk, akkor még ugye nyomógombos Nokiák és VAP, meg GPRS, tehát ugye itt tartottunk valahol a mobil és főleg a mobil internet technológiában, és akkor az egy elég merész jövőkép volt az IMA-nak, a szüleinek az oldaláról, hogy akkor itt majd egyszer lehet akár felhőben bármit is csinálni, akár könyvelni, akár vállalatindes rendszert üzemeltetni, vagy bármit. És igazából én itt kicsit a technológiai hátterére utalnék ki a folyamatnak, hogy valójában a körülöttünk lévő infrastruktúrának a fejlődése az, ami ezt megteheti, és ahogy a jövőkép is változik, és minden változik körülöttünk, ugye, ahogy az előbb is elhangzott, ez is változik, és amit tök természetes, hogy ma lefotózza az ügyfél. Ugye azt mondtam egy 5 évvel ezelőtt egy kiállításon a beszélgető partnernek, hogy majd az ügyfél lefotózza és feltölti az a mobil applikáción keresztül, akkor azért a többség az erősen kételkedett. Ma már nem hiszem, hogy ebben bárki kételkedne. Tehát, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sokat változunk, és ezt azért tudjuk szoftveres oldalról kiszolgálni. Ez igaz a Béláékra is, a többiekre is, mindenki, aki szerintem itt szoftveresként jelen van egyébként a rendezvényen, mert olyan infrastruktúra van mögötte, ami felhőben van, mert ezt a változást nem lehet szépen egyébként kiszolgálni telepített szoftverekkel. Hát én most furát fogok mondani, mert én nem voltam ennyire tudatos. Nekem a kezdet az volt, hogy a NAV elkezdte az online számlarendszert nyomatni, és én elmentem egy konferenciára, ahol az egyik hívó szó az volt, hogy a NAV-nak a megfelelő kollégája az ott lesz, és itt most mi mindent meg fogunk tőle tudni arról, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát azt ugyan nem tudtuk meg, hogy hogy kell csinálni, de erről a konferenciáról úgy jöttem el, hogy begyűjtöttem a programoknak a különböző kapcsolattartóit, és a következő havi áfa bevallásunkat azt már ezeknek a segítségével csináltuk meg. Tehát, hogy ilyen nagyon random, nagyon-nagyon gyorsan belevágtunk a dologba. És akkor még ugye hosszan-hosszan szkenneltünk, aztán szépen lassan elkezdtük az ügyfeleket rászoktatni, és mi menet közben jöttünk rá arra, hogy tulajdonképpen mi már papírmentesek vagyunk. Tehát ez nem cél volt, hanem ez a hoztamag a vége volt, egy hozadéka volt, hogy tulajdonképpen lehet ezt papírmentesen is csinálni. Én valami hasonlót szerettem volna mondani. Én teljesen szakmán kívülről kerültem be abba a nagy könyvelőirodába, ahol 300 ügyfél volt és több mint 20 dolgozó, és onnan jöttünk mi el később. És én ott azt láttam, megdöbbenve láttam, hogy, tehát, hogy a maga a digitalizáció az már réges-régen elkezdődött. Akkor, amikor még lehet, hogy ennek neve sem volt, vagy nem volt divatos. De már akkor én olyan dolgokat észleltem, ami nekem nagyon fura volt. Az egyik, ami furcsa volt, hogy a 300 ügyfélre ez a könyvelőiroda az éves szinten vásárolt ilyen 5500 darab Európa dossziét, amiben tárolták az anyagokat. A másik pedig az, amikor láttam egy könyvelőnél, hogy az ügyfél, amit valamelyik alkalmazottjától megkapott, kinyomtatott számlász.hu számlát, beszkennelte, átküldte e-mailben, majd nálunk a könyvelő kinyomtatta. És akkor úgy, tehát ez így szerintem egy felismerés. És az Árpád mondta, hogy létezik az a pont, amikor a mennyiség át tud csapni minőségbe. Tehát sokáig lehet ezt csinálni papír alapon, megtehetem azt, hogy a digitálisan érkezett dolgokat kinyomtatom és abból dolgozok, de akkor, amikor már sokkal több adat áll rendelkezésre digitálisan, akkor eljön az a pillanat, amikor azt mondod, hogy nem nyomtatom ki
mert valahogy egy platformra kell terelni a számlákat. Egy darabig megy, működik papíron, mert kinyomtatom, de egy idő után fölösleges mindent kinyomtatni, amikor amúgy is minden digitális. Nagyon gyors, rapid kérdés. Hány programot használtok, hogy papírmentesek legyetek? És engedélyt kaptam, hogy, és ha el akarjátok, vagy elmondhatjátok, hogy milyen programokat használtok. Ilyen 20 környékén, és nem szeretném felsorolni, mert el fog menni az összes. Könyvelőprogram, kisegítő programok, tehát ez vegyessen. Vegyessen. És több könyvelőprogramot használtok? Több könyvelőprogramot használunk, meg úgy nagyjából mindenből többet, aminek az egyik oka az, hogy különböző cégeinkre különböző megoldások alkalmasak, a másik pedig az, hogy nálunk az itt ilyen új őrült kísérletező, és mindig valami újat ki kell próbálni. 20-at mondtál. Jó, Erika? Mi azért ennél kevesebbet, úgy látszik, én a monogámia híve vagyok. Egy nőtől talán nem is meglepő. Könyvelőprogramból mi egyet használunk, az IMÁ-t. A folyamat az indul a Bill City-vel, megtanítottuk az ügyfeleinknek a használatát. Tehát alapvetően ez a két pillérünk. Mellette kommunikációra használjuk a Wikit, és egyébként pedig Google-ben dolgozunk, tehát a másik, az adminisztráció részét pedig a Google felhő biztosítja. Béla? Még nem vettünk könyvelőre, nem is akarunk. Ez most egy kicsit, megpróbálok nem túl hosszú felsorolást tartani, hogy gyakorlatilag könyvelőprogramból egyet használunk az irodában, a sajátunkat, a Relaxot. Ugye a Relaxhoz van egy csomó integráció, hogy az IMÁ-hoz is. Ugyanúgy a Bill City, Cashbook, Quick, Billingo, számlász.hu, tehát a szokásos gyakorlatilag ennyi, és mi is az irodát 2 hónapja költöztettük fel Google-be. Tehát Google Drive-on van minden dokumentum, és a Google-on keresztül megy a teljes levelezés is. Gyakorlatilag beintegrálódtunk a felhőbe, pont a múlt hétvégén volt az egyik kolléganő, hogy valamit nem tudok, mondom, hát lépjél be otthon, és meg tudsz bármit csinálni. És tényleg rájött, hogy ja, tudok otthonról dolgozni. Nem egy programot használtok, nem már a könyvelő programot használjátok, és így tudjátok megvalósítani, hogy papírmentesen működjetek. A kollégákat mennyi idő volt betanítani, hogy fogadták el? Erika, te mondtad, hogy kb. Egy hónap alatt tudtatok váltani. Mennyi idő egy ilyen váltás, és tényleg hogy tudod ezt az irodámról? Azért nem egy, tehát nem kis irodák vagytok. Hogy tudjátok ezt megoldani? Vagy hogy tudtátok ezt elérni? Ebből szerintem egy ilyen horror könyvet lehetne írni nálunk. Tehát 15 emberből 5 kísérletező, tehát ők az első héten, ez a világ legjobb dolga, és a legutolsó, aki beadta a derekát, az tartott 9 hónapig. Például egy banki beolvasást 5 éve tudunk, vagy 6 éve tudunk bankot beolvasni. Ez a kolléganő, aki nálunk régebb óta van a cégnél, mint én, tehát ő 26 éve van, én csak 25 éve. Gyakorlatilag eljutottunk odáig, hogy idén elkezdte használni a bankbeolvasást. 5 év után. Tehát ő az, akit nem tudtam rávenni. Tehát kell egy... És helyette ti olvastatok nem, be? Vagy nem. Ő kézzel pötyögte be? A... Manuális volt, és állítom, hogy tehát ugyanúgy korrektül megcsinált, kevesebb vagy több idő alatt, de tökéletes volt a munkája. És most már eljutottunk odáig, hogy szól, hogy te nincs itt a bank, szóljál már az ügyfélre. Vagy nekem jön az e-mail, küld már tovább, mert kell. De ez egy hosszú folyamat volt, tehát teljes mértékben az alkalmazott, tehát az én hozzáállásom, tehát a vezető hozzáállásán is, amikor 3-4-szer nála kapufára futottam, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor látod, hogy a többiek 2-szer annyit csinálnak, te ráérsz, akkor csináljad. 5 volt hétvégén, ha nem mondom, neked az időd, otthon nem szeretsz lenni, akkor legyél benn, de a többiek töredékei idő alatt megoldják ugyanazt a feladatot, és most már ráérzett ő is. De mindenkinél ez egy egyéni folyamat, én úgy érzem. Nagyon szépen rá tudok csatlakozni az egyéni folyamatra. Én ilyen, hát 100 pluszos nagyságrendben vettem részt azért különböző ügyfeleknek a ezen folyamatnak, a lépcsőjének, a különböző szintjének az eléréséig. Ugye nagyon fontos, hogy egyrészt fel kell mérni azt, hogy ki most jelenleg hol tart, hova szeretne nagyjából eljutni, azt nem biztos, hogy reálisan föl tudjátok mérni.
nagyon mindig mindenhol vannak újítók. Az is különböző, hogy alulról jövő kezdeményezés, vagy tulajdonosi kezdeményezés. Melyik a sikeresebb? Mindegy. Igen? Teljesen mindegy. Abszolút a szervezeten múlik. Uh-huh. Mert hogyha a szervezet egésze érzi azt, hogy én gyűlölök túlórázni, uh-huh. És ettől meg akar szabadulni, vagy a szervezetben lévők 50%-a ezt gyűlöli, de egyébként ezzel az áldozat szereppel áthitatva, hogy neki milyen rossz, hogy neki ennyi számlát fel kell rögzítenie kézzel, akkor én hiába mutogathatom neki, vagy bárki, hogy ott a NAV és vedd át, aznak is nem lesz jó ugyanez, amit ugye a Béla mondott. Tehát vezetőként ugye arra kell felkészülni, ami nagyon fontos, hogy ez egy szervezetfejlesztési folyamat, ez egy feldolgozás és munkafolyamat, optimalizálási folyamat ez az egész, amiben teljesen átalakul az, hogy hogyan működtök belül. Mások lesznek az ellenőrzési pontok, mások lesznek a számonkérési pontok, máshogy fog kinézni az input, máshogy fog kinézni a végeredmény, nem úgy fog kinézni az áfa lista, mint eddig. Miért pipáljuk az áfa listát 2022-ben mindig kézzel? Tehát egy csomó olyan kérdés van, ami az alapokat érinti ugye ebben a témában, és ezeken valaki könnyen változtat, valaki pedig, ahogy Béla is mondta, nagyon sok idő alatt, meg valaki egyébként egyáltalán nem. Tehát van olyan ügyfél nálunk is, hogy sok ügyfél van, aki egyébként szintén több programot használ, és van, aki azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó megtanulni újat, és akkor vagy úgy dolgozik, vagy nem dolgozik. Ezen sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, nálunk nagyon zökkenőmentes volt. Ti hányan vagytok? Mi egy kicsi iroda vagyunk egyébként. Abban, amikor az áttérés elkezdtük, akkor voltunk bent az irodában 4 plusz 2 vezetők. Most úgy néz ki a dolog, hogy a 2 vezetőn kívül van 2 kolléganő, aki helyben dolgozik, és 4 távmunkással dolgozunk. Tehát, hogy ennyi ilyen irányban változott az életünk attól, hogy ugye meg lehet oldani. És azt gondolom, hogy ami miatt ez nálunk sikeres volt, az az én lelkesedésem. Tehát, hogy nem nagyon tudták megtenni a kollégák azt, amikor én ragyogó csillogó szemmel bementem, és elmeséltem nekik, hogy ezt nézzétek, és ez milyen klassz, és figyeljetek, és odaültettem őket magam mellé, akkor kénytelenek voltak egy idő után lelkesedni. És aztán hoztam egy olyat, hogy ne csak én legyek benne ebbe a folyamatban mindig, hogy amikor ő talált valamit, és én kérdeztem tőle, hogy te figyelj, ezt megtaláltad már, hogy kell csinálni, akkor mi gyűltünk oda köré, és akkor ő mutathatott meg nekünk valamit, tehát volt egy kicsi büszkeség, hogy na ő is milyen ügyes. És gondolom, ez nem volt ez ennyire tudatos, mint ahogyan ezt így utólag hangzik, de ez vitte előre aztán a dolgot, hogy ők ezt a váltást magukénak érezzék, és gyakorlatilag már idáig jutottunk. Hát mi újonnan alakult cégként kényelmes helyzetben voltunk, és vagyunk ebben a tekintetben. Eleve olyanok álltunk össze alkalmazotti oldalról, akik ezt jónak tartjuk, és szívesen csináljuk, és az ügyfeleinket is meg tudjuk így válogatni. Úgyhogy én nagyon sok mindent nem tudok ezt hozzámondani most. Ti használjátok szerintem a legtöbb programot, amit eddig én tudok. Ráadásul az előbb mondtad, hogy a Zita, a feleséged szeret igen. kísérletezni. Igen. És szeret új programokat behozni és megmutatni. Ti ezt hogy fogadjátok, ezt a kísérletezést, ezt a próbáljuk, kinézzük meg? Most azt mondom, hogy lelkesedéssel, örömmel, akkor... Mert azért 20 program az nem kevés. Tehát ennyit átlátni, hogy kell belépni, hova kattintsak. A legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma, hogy hol mi a jelszavak. Nem, a szeretjük, meg igazándiból egy idő után már ráállsz. Tehát akkor, amikor látsz egy céget, egy cégműködést, egy könyvelési anyagot, akkor megvan a fejedben, hogy melyiket hogy tudod jól földolgozni, mi kell hozzá, és egy idő után kialakul arra is a látásmódot, hogy megállapítsd azt, hogy valami hiányzik. Tehát, hogy bizonyos típusú problémákra még nincs jó megoldás, és akkor, amikor ez véletlenül megjelenik, vagy tudunk segíteni abban, hogy egy ilyen összeálljon, az meg kifejezetten jó dolog. Milyen képesség felkészültség kell ahhoz, hogy valaki ebbe belevágjon?
Tehát itt nagyon sokszor hangzik el beszélgetéseknél, hogy nincs ekkora IT-tudásunk, mint amit már igényelnek a programok. Én már jártam úgy, és itt halkan mindenkinek megjegyeztem, akivel beszélgettem tegnap, hogy én egy Audit XML-t is tudok szerkeszteni, rávitt a kényszer, a számla XML-be is simán belenyúlok, és már tudom, hogy jó legyen, mert vannak hibák. Ezeket megtanultam, tehát én nem vagyok IT mellett lett könyvelő, én csak könyveléshez értek, de fejlődik az IT tudásom elég meredeken. Hát én ezt külön választanám. Tehát az, hogy egy most működő könyvelőiroda mögött kell, hogy legyen egy profi IT csapat, aki gondoskodik a gépekről, a háttérről, a felhőről, a csatlakozásokról, a satöbbiről, az szerintem magától értetődő, tehát ez egy alap. És egyébként a könyvelőirodán belül pedig a stábnak a felépítése, azt én úgy érzem, hogy tolódik abba az irányba, hogy akkor, amikor egy könyvelőirodát a képen a digitalizáció vagy a papírmentesség útjára lépett, akkor azt én szervezetileg biztos, hogy úgy fejlesztenék, nem könyvelőben gondolkodnék, hanem valakiben, akinek erre van egy kis rálátása, vagy ilyen típusú gondolkodása, de egyébként meg tud hozni magával valami olyat a rendszerben, ami egy másik fajta látásmód, ahol a könyvelési adatot, azt nem könyvelési adatnak, hanem adatnak látom. Egy olyan valaminek, amivel nagyon sok mindent lehet varázsolni. Tehát ennek szerintem sokkal nagyobb a misztikuma, mint ami a gyakorlatban van. Itt oszlopok vannak, sorok vannak, lehet mindent mindenhova lehet konvertálni, és körülbelül ennyi. Azt gondolom, hogy könyvelőként úgy is tudod, hogy egy áfa analitikába mi az, amit látnod kell. Tehát, hogy azért most az teljesen mindegy, hogy az A4-es, vagy álló A4-es, vagy fektetett A4-es, hogy az nem tudom, hogy készül el. A lényeget azt szakmai emberként, vagy szakemberként látod, hogy azt hozza az a program, vagy nem azt hozza a program. És akkor addig kutakodok, keresgetek benne, amíg nem jövök rá arra, hogy mit kell, hol kell kapcsolni ahhoz, hogy én azt úgy lássam, ahogy szeretném. Azért azt gondolom, hogy már abban is előrébb vagyunk, hogy nagyon sok anyag van már hozzá. Tehát, hogy régen még ha kaptunk egy programot, akkor ahhoz ugye kerestük a programkönyvet, vagy leírást, vagy nem tudom, és akkor kaptunk egy ilyen sok száz oldalas anyagot, ugye? Hát ma már nincs erre szükség, mert az ember fölmegy, csak tudom, hogy az IMA-nak van ilyen adatbázis, akkor fölmegy, és akkor megnéz két videót, ahol megmutatják neki, hogy na nézd, akkor ide kell kattintani, oda kell kattintani, és ez elé a kollégákat is könnyen oda lehet ültetni. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy aki egy kicsit is nyitott szemléletű, és bátran tanul, tehát a tanulási képesség, a nyitottságot érzem sokkal fontosabbnak, és hát azért legyünk már annyira szakmai emberek, hogy azért a szakmai tudásra egy utolsó. Múlt héten, vagy két hete, mindegy, tehát hogy nem túl rég volt egy beszélgetés egy ilyen 30-as körüli könyvelő kolléginával, hogy akkor ő most IFRS-re menjen tovább képzésre, vagy Excelre? És akkor ugye azt a kérdést feszegettük, hogy valójában a napi operatív munkájában, nyilván mi a cél, de hogy az operatív munkájának a segítése lett volna egyébként a motiváció, és akkor többen pislogtunk a beszélgetésben, hogy nem IFRS-ben könyvesz, akkor miért akarsz arra tovább képzésre menni? Én alapvetően azt a tabut szeretném, amivel rendszeresen találkozom, döntögetni, vagy kapirgálni innen, hogy ez a könyvelőnek feladata-e, mert hát én könyvelő vagyok, nekem nem feladatom, hogy én az Excel tudjam használni, de. Tehát én azt gondolom, hogy ma 2022-ben ez igenis a könyvelő feladata, bár hozzátenném, hogy tavaly előtt még láttam papírról átvett könyvelést, tehát egyik kollégina hozott egy ilyen kupac A4-es lapot, és az egy könyvelés volt. Tehát, hogy nyilván tudom, hogy nem mindenki érzi ezt, de ezen nagyon sokszor találkozom, hogy ez a könyvelőnek nem feladat, és miért kell nekem ezt tudnom? Azért, mert a világ változik, és az alapvető feladat, és a saját életünk, és a túlterheltségünk, és az, hogy sosincs áfa készen, és szombaton túlórázni kell, ezek
nagyon sokszor azért vannak az ügyfeleknél, mert nem hatékonyak a folyamataik. Mert én nem veszem át a NAV-ból, mert egyszer megpróbálták 2 évvel ezelőtt, amikor még döcögött a rendszer, és akkor nem működik. Hát igen, csak azóta eltelt 2 év. Tehát, hogy nagyon sok ilyen berögződés és tabu van szerintem ebben a témában, hogy ez nem feladat, de. És innentől kezdve a könyvelő jellemzően egy okos felhasználó, hiszen aki el tudja dönteni, hogy levonhatom ezt az áfát helyesen, és azt az összefüggés rendszert meg tudja érteni, egymásra épülő lépések vannak. Az Excelben, amikor összerakom az F-keres függvényt, ami a leghasznosabb, abban ugyanúgy egymásra épülő függvénye, egymásra épülő logikai dolgok vannak. Semmi különbség nincs a kettő között, csak az egyik az adójogszabályból jön, a másik maga Microsofttól. És nyilván a könyvelő képes, csak az a kérdés, hogy akarja, és akkor itt már nem mennék bele a vezetői motiváció kérdésébe, de valahol ott van a vége ennek a dolognak talán. A Peti példájára, ami 2 hete kaptunk kukászsákba anyagot. Egy fekete kukászsák, tehát azt hiszem, hogy helyszínelés lesz, de nem. De ez könyvelt anyag volt, csak kukászsák volt. Hanem a néni rákönyvelte papírra. Az is jó. Szerintem a saját példámból kiindulva, nálunk ugye egy elég nagy hálózat van, nálunk is külsős IT van. Tehát én nem kevés pénzt fizetek havonta azért, hogy nekem minden működjön, mert van elég mással, van mivel foglalkoznom, mint hogy azzal, hogy most megye vagy nem megy, hanem van egy telefonszám a monitor alján, őt kell fölhívnotok, ha bajotok van. Ez az egyik oldal, tehát kell egy stabil háttér az irodának, onnantól kezdve viszont, hogy már működik minden, onnantól 2 fontos dolog van, a jelszavakat, hogy tudjátok. A másik szövegértés. Tehát amikor kiír valamit a program, akkor nem a programozónak írunk, hanem elolvassuk, mert általában jön a messenger üzenet, hogy baj van, majd 2 perc múlva megoldtam. Hú, tehát ha egyszer elolvasnak, tehát szólnak, hogy írjam már át a programot, mert le tudják törölni egy kérdésre. Átírom 2 kérdés. Valóban törlöd? Még egy kérdés. Valóban törlöd? És még így is letörli. Tehát gyakorlatilag legyünk már, tehát ne rutinból dolgozunk, néha nézzük már meg, hogy mit ír ki a gép, és sokkal könnyebb lesz. De szerintem ennyit szeretem volna. Itt a sor végéntől kérdezném, a digitalizáció miatt kellett elküldeni alkalmazottat? Peti, te azért nagyon sok bevezetésben részt vettél, hogy te mit láttál. Itt ugye Erika mondta, hogy ti bővültetek éppen a digitalizáció hatására. Attiláék viszont új cég, tehát náluk ez szerintem nem releváns ez a kérdés. Nálunk ez egy érdekes helyzet, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ezek a fényre jönnek. Tehát gyakorlatilag nálunk mindig embert kell fölvenni, nem hogy elküldeni. De azért, mert állandóan ügyfelek jönnek. Tehát mondtam, hogy most húzunk már egy vonalat, és senkit ne vállaljunk el, de mindig jön valaki. Tehát csak én, még a rokonom itt van, a barátom itt van, tehát gyakorlatilag mi nem küldtünk el senkit. Annyi, hogy hétvégén tényleg nincsen már meló. Mérlekkor van azért, de tényleg, vagy hogyha valaki föláll és azt mondja, hogy hú, nekem most délután el kell mennem, nem jövök majd, csak holnap, akkor ennyi. Tehát a időbe, tehát ugyanazt a munkát meg tudjuk kevesebb idő alatt csinálni, tehát szerintem hatékonyság nőtt, ezáltal a terheltség csökkent. És a munkakörök azok maradtak? Mert már hallottam olyanról is, hogy már vannak nagyobb könyvelőirodák, ahol külön arra embert alkalmaznak, hogy az ügyféllel megbeszélje, hogy hogy töltse le a fájt, milyen formátumban töltse le a fájt, külön van ember, aki szkenel. Hát nálunk ez úgy van, hogy van 2 ügyfélszolgálatos kolléganőnk, ők a probléma megoldók, tehát ott bármi megtörténhet. És ezen kívül vannak béresek, és a könyvelők nagy idézőben ki vannak e-mailve, tehát ők úgy vannak, és az ügyféllel általában nem találkoznak, tehát e-mail. Ha véletlen valaki holnap kidalálja, hogy lépegető eszkavátort akar építeni, vagy árulni, vagy elmegy atomfűtőnek, vagy nem tudom, tehát akkor általában mondtam, hogy akkor engem, de különben még van 2 irodavezetőm is. Uh-huh. Tehát ez így működik, hogy a szerepkörök, tehát a nagy irodák felosztják a szerepköröket valóban, a 2 ügyfélszolgálatos lánya a vállalkozói váltástól kezdve a szüneteltetés, az átutalás, bármi is, és a könyvelőket próbáljuk kikímélni ebből a szempontból, de azért megtalálják őket is mindig. Uh-huh. Tehát az e-mail, meg tudja a telefonszámát, meg akármi, de próbáljuk a csatornákat egy irányba csatornázni mindent, hogy ők tudjanak dolgozni.
Hát nem, mi biztos, hogy nem, tehát mi nem bocsájtottunk el semmit. Az egy dolog, hogy tavaly 4 ember állt föl egyéb okok miatt, tehát nekem pótolnom kellett folyamatosan az embereket. És az a legnehezebb munkaerőt találni. És Peti, te mit láttál? Mindent. Vegyes? Tényleg mindent. Amit el tudtok képzelni, az 3-szor. Alapvetően, hogyha nagyon durva általánosságban kell nézni, körülbelül ebben a 3 és 10 alkalmazotti sávban, ott jellemzően inkább, tehát ott jellemzően inkább olyan kollégák vannak, akik teljes értékű könyvelők, tehát ugye a száma rögzítésétől a zárásig. Ugye ebben az üzemméretben azért nagyon érdekes és releváns ugye ez a gondolat, hogy más struktúrában történjen a bizonylatoknak a feldolgozása, mert ugye ott ül a kollégina, aki egyébként egy 5 milliárdos céget tökéletesen le tud zárni, és egyébként 10 perccel később meg hívogatja az egyéni vállalkozót, hogy küld már el a számlát. Tehát azért ezt a hatékony megoldások közé a kollega tudás szintjéhez viszonyítva azt gondolom, hogy nem kellene sorolni. És ez a nagy előnye annak a struktúrának, amit te mondtál, hogy minden kollega, a több ilyen ügyfelünk van egyébként, nem sok, hozzáteszem, de több, minden kollega a saját tudás szintjének megfelelő szinten dolgozik, csak ugye emiatt el kellett engedni azt, megint csak a tabut, hogy egy ember egy céget, mert akkor átlátja átozéig. De valójában nem igaz, hogy átlátja átozéig, mert túl van terhelve, szombaton is dolgozik, elfelejti, tehát hogy nem kevésbé hibás ez. Azt, hogy elküldenek-e, bocsánat, még 2 rövid gondolat, tehát jellemzően az van, hogy az többet érő embereknek több idejük marad gondolkodni és érdemi munkára, mert ugye mi a szoftveres oldalról nem tudjuk megoldani a könyvelés szakmai részét, mi az adatrögzítésben tudunk igazából nagyon-nagyon sokat alátenni a dolgozónak, tehát több idő marad gondolkodni. Ugyanakkor igen volt, nem sok, de több olyan volt, amikor el is ment kollega, egész egyszerűen azért, mert nem volt hajlandó megtanulni. Tehát ő azt mondta, hogy... De akkor nem egyébként... a digitalizáció miatt küldték el, mert hogy nincs rá szükség, hanem ő mondta, hogy... Igen, tehát ezzel többször találkoztam, hogy jellemzően ez a nyugdíj közeli, vagy nyugdíj előtt 5-10 év, tehát hogy már ugye nyugdíj felé, hogy ő egész életében egy doszon könyveltő, mert köszönöm szépen, nem szeretne azzal foglalkozni, az ügyfélportára hogy került be az a dokument, tehát hogy nem akar. És akkor, ha egyébként a szervezet meg ugye abban van, hogy egy programot használok, és akkor nem tudja tolerálni a szervezet azt, hogy marad valaki, aki kevésbé hatékony, akkor ott ő elmegy. De megint csak, ahol több rendszer van, és a szervezet elbírja azt, hogy valaki még mindig papíron rögzít számlát, és azt a szervezet elbírja, akkor megint csak nem kell elküldeni. Uh-huh. Tehát, hogy ez szerteágazóak ezek a dolgok. Hogy fogadták az ügyfelek? Hát vegyes volt a fogadtatás nyilvánvalóan. Volt az ügyfeleknek az a része, aki hasonlóan szereti az innovációt, és ilyen nagyon új dolgokat, és neki van mindig elsőnek a legújabb mobiltelefonja, meg kütyüje, meg minden. Ő nyilvánvalóan rettentő lelkes volt. És én mondtam már többször, és szerintem ez teljesen igaz, hogy a COVID-nak én egyetlen jó oldalát látom, az, hogy itt volt egy olyan pillanat, amikor nem kellett az ügyfeleknek magyaráznunk azt, hogy miért kérjük tőlük a dolgokat elektronikusan. És nekem ez volt egy olyan váltás, ahol az addig egyébként tiltakozó ügyfelet minden további nélkül meg lehetett győzni arról, hogy ez már pedig szükség van rá. És aztán most voltak olyan ügyfeleim, akikre mondtam, hogy jó, vigye, oké, nem megy, semmi baj, gyere be, megmutatom. És ez a nagyon fontos, hogy lehet, hogy az ügyfeleknek egy része egy kicsit nehezebben veszi az adást, de ha vesszük a fáradtságot arra, hogy partnernek tekintjük őket, és leültetjük, és megmutatjuk, hogy nézd, ez nem bonyolult, ez ilyen egyszerű, akkor azt ők meg fogják hálálni, és használni fogják, és nekünk alapvetően ez a célunk, hogy ő is használja, és érezze jól magát benne. Azért itt egy dolog megszűnik, az a mondat az ügyfél részéről, hogy ez a szám most a könyvelőnél van. Tehát, hogyha igenis vannak olyan rendszerek, amiket jól lehet együtt használni az ügyféllel, és ezek között vannak olyanok, akik kifejezetten az ügyfélnek a szemszögéből rendszerezik a feltöltött anyagokat. Tehát az ügyfélnek igenis meg lehet mutatni, és meg lehet vele szerettetni azt, hogy én amellett, hogy a könyveléséről gondoskodok, amellett gondoskodom az ő iratainak a megőrzéséről, azoknak a rendszerezéséről,
nem kell utaztatni oda-vissza a papírt, nem terhelem azzal évvégén, hogy a nyakába rakok 13 darab dossziét, hogy azt vidd el valahova és csinálj vele valamit, hanem minden egy olyan helyen van, aminek van gazdája, és ahova ő is bármikor szabadon fel tud menni, és tud gazdálkodni azokkal az anyagokkal, amiket felrakott, és akkor ezen kívül meg mindenféle varázslatokkal lehet különböző színes, szagos riportokat csinálni igény szerint az ügyfeleknek, amit szintén tudnak szeretni. Sokkal jobban, mint ahogy bevallják egyébként. Tehát mi csináltuk azt, hogy küldtük, és akkor a harmadik vagy negyedik hónapban nem küldtük, és annak, aki soha semmit nem jelzett vissza, neki ő jelezte. Most nem kaptam riportot. Tehát én azt gondolom, hogy az ügyfelekkel is meg lehet szeretetni, és ők ugyanezt látják. Nekik ugye megvan ezzel kapcsolatban az a feladatuk, és ez szerintem a digitalizálásnak az első lépése. Az ügyfélnek az a feladata, hogy ő a saját számláit amennyire tudja, szerezze be digitális formában. Azért most már a számláknak a túlnyomó többsége digitális formában keletkezik. Ne szakítsuk ki ebből a körből, hanem akkor ő kapja meg a szállítójától digitálisan, és továbbítsa nekem digitálisan. Van, aki nem is fogja meg a saját számláját, tehát hogy közvetlenül a mi rendszerünkbe küldi be az ő beszállítója a számláját, és ott találkozik az ügyfelünk is először a számlával, onnan utalja el. Egy gyors kérdés. Könyvelési díjra hogy hat a digitalizáció? Mondja ezt az ügyfél, hogy hát neked nem kell semmit csinálnod, csak beolvasod, és akkor miért fizessek ennyit? Vagy éppen a sok rendszer miatt, hogy ő kap riportokat, hogy szép, sziges, színes, szagos ez a felület, és lát mindenféle görbét. Tudod azt mondani neki, hogy figyelj, akkor jövő hónaptól emelünk x százalékot. Én közvetlen összefüggés nem érzek. Nem mondom, hogy nem volt, aki bepróbálkozott azzal, hogyha ő beszkenneli a benzinkutas számlákat, akkor gyakorlatilag a könyvelésnek a nagy részét ő végzi. De őt így, tehát kinevettük, és akkor tovább mentünk. Tehát én nem érzek közvetlen összefüggés. Nem gondolom, hogy emiatt csökkenteni kellene, közvetlenül és konkrétan emiatt emelni sem kell. Az emelésnek a mértékét, azt meg mindenki amúgy is beosztja saját magának. Erika? Teljesen egyetértek. Én se látok összefüggést, nekünk sem volt ezzel konfrontációnk ügyfelekkel, mert hát azért azon kívül, hogy beszkenneli a számlát, azon kívül azért látja, hogy dolgozunk vele, és megkapja a törődést, és ő ezért kap fizet. Információt. Kétfajta könyvelőiroda van. Van a diktáló és a szolgáló típus. A diktáló típus, aki azt mondja, hogy figyelj, mi így dolgozunk, és ha tetszik, akkor kiszolgálunk, ha nem tetszik, akkor nem szolgálunk ki. És van a szolgáló típus, aki alárendelt szerepet vesz fel az ügyféllel kapcsolatban, és hát ő azt mondta, hogy ezt nem fogja csinálni, én ezt nem merem tőle kérni, ezt nem lehet így, hát ő erre nem hajlandó. Tehát ugye, amikor ez a nexus, akkor ez van a mérleg egyik oldalán. A másik oldalán pedig az van, hogy mi magunk hogyan kommunikálunk arról, hogy mi az általunk előállított érték. Tehát ha ő az egyik ablakon berakja az összes számlát, a másikon pedig kap egy számot az áfára, akkor ő azt gondolhatja, ez megint csak ugye, hogy kommunikálunk az ügyféllel, milyen hozzáadott szolgáltatásaink vannak egyebek, hogy mi semmit más nem csinálunk, csak számlát rögzítünk, mert nem érti a mi munkánkat. De ugye, ha túlterhelt a szervezet, visszautalva az előző gondolatokra, nincs arra idő, hogy beszélgessünk az ügyfelekkel. Nem tudom, hogy kinek mondták már a kollégája azt, hogy ide ne jöjjön az ügyfél. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt már páran hallottuk, mert hát zavar a munkában. És akkor ilyenkor azért mindig el kéne gondolkodni, hogy egy szolgáltató szektorban vagyunk, tehát hogy jöjjön ide, kérdezzen, csak az árazási modell van a baj, hogy nem az a baj, hogy ide jön, nem az a baj, hogy kérdez, hanem az a baj, hogy ezt nem fizettetjük ki vele. Tehát, hogy igenis az adótanácsadást, a gazdasági tanácsadást, a munkaügyi tanácsadást, és minden egyéb gazdasági tanácsadást, amit ugye a könyvelő ellát, az ki kellene fizettetni velük, tanácsadásként, függetlenül a könyvelési díjtól, és akkor ez már az árazási modell mélyére vezet, úgyhogy megint nem mennék. Béla is még gyorsan, mert már mínuszba kerültünk. Mínusz 10, úgyhogy fusson mindenki. A Peti példájából a szolgáló és a diktálóból. Mi most próbálunk a szolgálóból a diktálóba fordulni. Kisebb-nagyobb sikerekkel. Egyetlen egy mínuszt mondanék el, az ügyfél decemberben kiközöltük a könyvelési díjat,
40%-ot emeltünk. Kiment a könyvel, március-februárban behozta az anyagot egy hétfői napon, kedden így jöttem valahova, mentem Szegedre, és csörög a telefon, hogy most kapták meg a számlát, összeszednénk az anyagot, azt elvinni. Tehát egy eset volt, a többi az keresztül ment. Tehát ilyen esetek megtörténnek, lehet kell állnunk inkább a diktálóba, mint a szolgálóba. Mindenféleképpen mindenki jobban fog járni, már látom az eredményét. Próbáljuk tisztítani az ügyfélkört mi is pont emiatt. Ha tudtok valamit jó minőségbe, akkor meg kell kérni az árát, és gyakorlatilag ne, ha a rabszolgájának néz, akkor legalább fizessen érte. Nagyon sok esetben ugye ismeritek, este 6-kor csörög a telefon, este 8-kor, szóval hétvégén, még kimaradt egy FO-s, nem megy az FO-op, le kéne csinálni. Tehát mondtam, leszoktattam mindenkit erről, ha valami bajom van, írjon SMS-t a hétvégén. Én biztos, hogy nem fogom fölvenni a telefont. Nagyon szépen köszönöm. Egy pár hete megjegyeztem egy kisebb beszélgetésen, hogy én ebbe a közösségi, digitális könyvelői mozgalmamba nem fognék újra bele, és most tegnap rákérdeztek, hogy és miért nem. Amikor én 4 évvel ezelőtt elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor kb. 6-7 programot találtam, aki akkor használható volt, aki elérhető volt, akivel együtt lehetett dolgozni. Ma 20x000 program van, szerintem nem tudom, tehát összeszámolni se tudnám, hogy mennyi lehetőség van. Mi elkezdtük évekkel ezelőtt, kialakítottuk a rendszerünket. Aki ma kezd bele ebbe a digitális könyvelésbe, szerintem sokkal nehezebb dolga van. Aki 5 év múlva fog belekezdeni, 5 év múlva szánja rá magát, még nehezebb dolga lesz, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy menjetek, próbáljátok ki. Sajnos ez sok idő, igen, tesztelni kell, próbaverziót kell kérni, demoprogramot kell kérni, nézzétek meg, hogy milyen könyvelőiroda vagytok, hányan vagytok, milyen tevékenységű cégeknek könyveltek. Nem biztos, hogy egy programmal az egész irodát meg tudjátok váltani. De mindenkinek sok sikert kívánok, mert ez a jövő, és sajnos ezzel erre időt kell szánni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek.